ként kell számolnunk, most már második éve Szokola Csabával. Köszönti a versenybírót, a vezetőbírót, nagyon szép programot ért el, és nagyon magas pontokat kapott, és egyöntetű volt a második helye ebben a versenyszámban. De volt még egy lovas, aki nála is jobban teljesített ezúttal, ő pedig Julia Kopárd volt, brit versenyző, aki nagyon-nagyon remek programot mutatott be ezzel a remek sárgával, Final Destination-nel, szinte hiba nélküli volt a programja, erőtől sugárzó, nagyon dinamikus, technikai hibát szinte alig-alig vétett, már a program alatt, mivel alkalma volt ugye élőben kommentálni végig mind a három versenynapot, már érezhető volt a közönség reakciója, ahogy haladt előre a program, hogy egyöntetően elnyelte a nézők tetszését is. Nagyon dinamikusan mozgott, szépen támaszkodott, a lovas nagyon jó segítségekkel lovagolta, nem volt egy pillanatnyi diszharmónia sem a ló és lovasa között. Nagyon jó összhangban volt a zenével, nem csak a technikai pontjai, hanem a művészi pontjai is nagyon magasak voltak. Jól használtak ki a négyszög minden egyes pontját, és olyan feladatokat hajtott végre, amelyek bizony a jól kalkulált kockázatvállalásnak a pontjait is igen magasra emelték. Itt ugye tudjuk, hogy a zenés körben nem megkötött program szerint haladnak a lovasok, ennek okán ugye igyekeznek a lovok által legjobban tudott, legbiztosabb feladatokat bemutatni és előtérbe helyezni, illetve kicsit elrejteni azokat a programrészeket, amelyekben nem annyira erős a ló. Itt a technikai pontszámokon kívül művészi pontokat is kaptak a lovasok, ahol már ugye fél pont különbséggel és négyes szorzóval szerepeltek ezek a pontok, tehát a végelszámolásnál nagyon sokat jelentettek. Nagyon jól építette fel a feladatát, végig harmóniában volt a zenével, és végig, még egyszer mondom, nagyon dinamikus, nagyon kiegyensúlyozott program volt. Itt éppen sorozatugráslátást láthatunk, ahol minden harmadikra váltoló. Magasak az ugrásváltások, előre egyenesen történnek. De nagyon nagy a százalékos eredményéből mindenképpen kitűnik, hogy sok nyolcas szerepelhetett a protokolljában. Nagyon komoly bírói gárda volt. Edvi Péter házigazda többször kihangsúlyozta, hogy olyan szintű bírói gárdát sikerült a versenyre összehozni, hogy akár bármelyik pillanatban Európa-bajnokságot, vagy akár olimpiát is lehetett volna rendezni. Olyan komoly olimpiát és világbajnokságot megjárt bírók viráskodtak a versenyen. Itt a piruettet láthatjuk. Ugye szépen ültetve, 4-6 vágtaugrással, a vágtaláb sorrendet megtartva. Haladt a lovas, jobb kézre, bal kézre megcsinálta, hiszen ez kötelező. Ezúttal minden másodikra a sorozatugrásváltás. Ugye szépen egyszerre cseréli a lábait, magas a lebegő fázis, ezért kényelmesen tudja megoldani ezt a lábcserét. Egyenes maradt a ló, továbbra is dinamikus, úgymond dombra föl végezte el ezeket az ugrásváltásokat. Nagyon szépen támaszkodik a ló, készségesen reagál a lovas segítségére, itt egy nyújtás, egy fokozás. Ahogyan az elején és a végén ugye átmenetekkel láthatjuk, hogy nagyon szép számú nézősereg volt már itt, kíváncsi a versenynek ebben az időszakában a lovasokra és produkcióikra. Következik a lépésprogram, ami az egyik legnehezebb része a programnak, itt 20 méter volt kötelező, mind összeszedett lépésben, mind pedig nyújtós lépésben, amit most láthatunk, ugye tágul a keret, előre lefele milyen támaszkodik a ló, hátsó lábaival legalább két patanyommal, de inkább többel túl kell lépnie az első lábától lerakott nyomot, és fontos, hogy egyformák legyenek ezek a lépések. További fontos momentum még, ugye az elengedettség szempontjából, hogy a lónak például a farka nagyon szépen puhán, mindig a megadott jármód ütemével elengedett, nem pörgött a farok, nem árulkodott feszességről, ami egy bíró számára nagyon fontos támpont. Látunk itt olyan lovakat a verseny során, ahol bizony főleg a csizma sarkantyú érintéskor bizony megpördült, a lónak a farka pici feszességről árulkodott, nagyon szép elengedett volt a ló. Nagyon kiegyensúlyozott a maga, biztosan versenyzett mind a három nap. Itt a nyújtást láthatjuk ugyanazon a hosszú falon, amin az előbb ugye a bal kézzel lovagolt.
itt ugye felfedezhető egyfajta tükörkép a programban, amire azért törekedtek a lovasok, és ez elő is volt írva egy feladatsor, amit teljesítenie kellett. Julia Koppár nyerte meg ezt a versenyszámot, Szokola Csaba végzett a második helyen, és az idén nagyon nagyot fejlődő és nagyon-nagyon szépen lovagoló Schmidt Anita ért el harmadik helyezést. Negyedik Szejc Erika lett, aki szintén tudott győzelemeskedni ebben a kategóriában, Horváth Katalin az ötödik és Decsénikő pedig a hatodik helyezett. Természetesen a győztest ezúttal is megkérdeztük, hogy érezte magát, azt mondta, hogy nagyon jól érezte magát, remek volt a verseny, nagyon jó a hangulat, először szerepel ezzel a lovával nemzetközi versenyen, sőt, zenés körben is most szerepelt először, tehát nagyon elégedett. Ahogy mondja, nagyon jó volt a ló, bár belőről úgy tűnt, hogy a zenével való harmóniája néha egy kis igazításra szorult, azt gondolja, hogy ezt csak ő látta így belülről, és a bírók ezt nem is nagyon jó pontokat kaptak.